Na csáló, sziasztok, én Norb vagyok, és a webfontom mutatni ezt a kocsit, ami a Cayenne Futo GTX névre hallgat, de ezt is mutatni nektek erre az autóról pár infót. Ugye ennek az autónak a rendes ára 1.590.000 dollár, viszont a trade price-os ára az meg 1.192.500 dollár, és ezt az autót a 1983 és 87 között gyártott Toyota Sprinter Tureno AL86-ról mintázták. Ugye vállalok is benne erről képet, mert ugye a 83-as verzió az még nem volt bukólámpás. De tuningoljuk is fel ezt a gépjárművet. Na, hogy armor, fék. Na és itt a intercooler. Ez is látszik, szóval ki lehet cserélni. De legyen az alsó. Hát ugye az ajtóra ilyen kerek nekem nem kell. Alulra kis lámpák. Hát nem csak alulra, egy össze-vissza is lehet. Alulra viszont nem ezt tetszik. Külön a bukócső. Az is már nem fullos. Na motortér. Hát itt ugye a szokásos verziók, legyen a chrome cucc. Ugye elől is akkor legyen a chrome. Oda valami színre fújt, nincs. Akkor legyen ez. Oké, és ide oldalra. Helyett ez. És motor tuning. A kipufogó. Van egy nagy cucc. Szívecske is beszasz. Ne. Aj, ez egyre rosszabb. Jézus, hogyha úristen, ez mi? Ez a körbe szar. Jézus. Jaj, én kiégtem. Mik ezek a kipufogók? Lehet, ez kap valami normálisat, nem ilyen nagy szart. Ez szélesítés. Lámpa. Hát ha a bukólámpát elbassza, marad a gyári. Na és marad a gyári. Vagy ezt bukólámpással akarom, hogy úgy maradjon. Normálisan. Ez egész jó. És az is lesz. Belőle mit kapjon? Hátok hiszen minden basszus. Végül is nem baj. Ne legyen olyan karbon cucc. Meg üvesek is mehet át van a faszára. És kormány is. Olyan nincs, amilyen rajta van a Karin logó. Nem hiszem, hogy lesz. Ja, nincsen. Akkor jöhet ez. Hát a lámpa meg a neont azt majd a végén. Ugye először is elcínezzük majd. Már sejtettem, hogy lehet cserélgetni a cuccost. De ezt is a végén majd. Nem tudom, hol vannak a lökállítók, hogy azok miért nincsenek. Na, akkor szín. Ennek el tudom megképzelni egy ezüstöt. De nézzünk még az eszín neki. Hát, hogy megtetszik valami hozzá. Ne gyere, ennek az ezüst az. Az nyerő, mondjuk ez sem rossz ez a világ cucc. Csak akkor már ez a sötétebb. És a fehér is jól neki tesz az. Ez fehér, nekem fehér fel. Rohadtul megtetszett a fehér. De itt is fehér.
felül mit színez? Nem jobban csak az ülést. Legyen fehér az akkor. Az orra csoport. Legyen kék. Csak a Cruel Néma. Jó, és mehetem vissza a library-hez. Kötök a rozsdás szarok. Ez meg egész jó. Meg ez se rossz. Ahol ez le van zárva, shit. Pedig ez kurva jól néz ki. Hú, lesznek itt majd rá azért jók. Mennyire megkapja ezt. És akkor ugye a lámpa az fehér. Neon meg piros. És valamit még kihagytam. Ja igen, a rendszám tabletdő, ezt majd a lökhárító után fogjuk megnézni, hogyha lehet rávenni egyáltalán. Hát nagyon remélem, hogy lehet. Nem tudom, hogy így jól lesz. Hát lesz, hogy nagyon remélem, az autó színe. Ezt adom. Kiszöbb már van. Spoiler. Van majd, ami nem túl nagy, de azért fasza is. Na jó. Nagy, nagyon nagy. Jézus. De mi ez a kémény? Ez oké is. Ez is jöhet. Akkor leültetjük a rálpa. Váltó turbó. Felniből. Nézzünk rá valami újat. Ez adja. Nézzünk még azért hozzá. Esküszöm, hogy ez is jó hozzá. Ez jó is lesz. Hát ebben már zárva van. És egy feketével. És a gumi füst. Hát az szerintem marad fehéren. Ablakszín. Hát de nem kell az a spoiler. És itt vannak a lökhárító. Ó, de jó így. Pont hozzájövik a cucc. Ugye itt az oldalsó szélesítéshez. Az nagyon jó. Ennek csak ez lesz. És ez mi? Az nem kell. Na és akkor most nézzük meg a... Hát a rendszám tehát most kell nézni, az maradott talán, mert ugye, ha kivenném, akkor onnan ott maradna a helye, hogy csúnyán nézne már ki. Na és akkor megyünk egy verser, és akkor már nézzük, hogy mit tud az autó. Na és akkor itt is vannak a verser, és akkor nézzük, hogy mit tud a Karin Futó GTX. Ugye korábban mentem már itt a Calico-val, azzal egy 40,8-as kört tudtam futni. Na hát ezt majd meglátjuk, hogy mit tud. De elkapart a rajtnál. Sőt, eléggé elkapart. Hát az annyit nem rontott rajta. Azt a rohadt, ez nem akar kanyarodni. Jézus. Nagyon nem szeret kanyarodni ez az autó.
Először a tempója nem rossz az egyenesbe. Legalábbis nem annyira vészes. Kicsit megcsúszott a kanyarba is. 47 lett körülbelül. Jó, mondjuk vonjunk le egy másodpercet az ugratás miatt. Szóval pedig ugye 46-0. De akkor is ez, szerintem ez az autó ez nem jó versenyre. Ez egy kanyarodás ügyileg ez nagyon rossz. Nagyon nem jó, mert a rajtja sem a legjobb. Szóval ez az autó ez csak így fanolgatni jó, de másra nem. Na hát remélem tetszettek az a videót, hogy így van, akkor csapassatok egy lájkot, tiltatotok fel, csekkoljátok a leírást, legközelebb jövök vissza, sziasztok!